Szólítom Fehér Tibort. Az sem baj, ha megtapsoljátok. Szólítom a billentyűk mögé Pécsváradi Zoltánt. És a 6 lövetű, és a később 12 lövetű gitár mágusát, Bíró Lászlót. Tapsoltak, komolyan mondom. Hát, a basszusgitár, van basszusgitár? Basszusgitáros is van. És egy tapsot kérek Zámó Gábornak, aki az eredeti original gold, jó az akcentusom? Már ott is pöngette a négy húrost, és nem jött volna létre, ha Tamás nem lázítja föl a többieket. A piros Gibson, hogy mondják ezt? Gibson, gitár mögött, Malomsaki Tamás, hölgyeim és uraim, fogadja nagy taps, nagy szeretet és nagy ováció a színpadon a Gold zenekart. Hölgyeim és uraim, a lejátszási lista szerint az első nóta az Azt sem tudtam én. Plaj. Azonnal jön a következő nóta, vagy vártok egy kicsit? Jöhet? Ti készen vagytok? Igen! Akkor nincs más hátra, mint előre a rólatok elnevezett rock, vagyis a Gold Rock!
itt rajtad, semmi, semmi, semmi már. Boldog, ha kirúgott az apád, boldog, ha megcsalt a lány, boldog, csak ez segít rajtad, semmi, semmi, semmi már. Csak nem az oldódik láss, de bekötött szemmel hittél, semmit sem látsz. És ha mégis véletlenül a kezed lefogják, ne törőd semmivel, csak fújd ezt a notát. Oldrog, csalt a lány, boldog, csak ez segít rajtad, semmi, semmi, semmi más. Boldog, ha kirúgott a kapád, boldog, ha megcsalt a lány, boldog, csak ez segít rajtad, semmi, semmi, semmi más. Ezelőtt 41-2 évvel nem gondoltuk volna, hogy a következő nóta rólunk szól. Mármint öreg hobókról. Potyka a jövőbe látott? Hát, szóljon az öreg hobó. Öreg, nagyon öreg hobó.
Most pedig szólítom a színpadra azt az embert, akinek tulajdonképpen köszönhető, hogy megörökítetett a örökké valóságnak a Gólzenekar nagyon-nagyon jó repertoárja, és hogy egyáltalán itt lehetünk. Fogadja nagy taps, hölgyeim és uraim, Pintér Józsefet, aki ifjabb Pintér József, mert van egy idősebb kiadása is. Mi is a terendfokozatod a szervben? Hú, ezt nagyon nehéz kimondani, mindig ilyen logopédus szintű dolog. Címzetes rendőr, főtörös, zászlós. Tehát elértem karrieremnek a csúcsát. Szóval jó van, tehát rendőr, maradjunk ennyibe, Jézus Mária. És mivel foglalkozol te, mint címzetes rendőr, főtörzs, zászlós? Hogy megtanultam? Hát ugye elindult ezzel amit elmondtál itt az előbb, ezzel a dalkereséssel, elindult egy előadásozat 2014-be, és most már ott tartunk, hogy ez lett a fő... Hogy ez lett a fő profil, tehát a baleseti előadások óvodától időskorig 817 volt idáig, és ugye ez a Gólzenéve indult, majdnem, mert ugye az első telefon után, mikor én felhívtam a potykát, eltelt 4,5 év, mikor elindult ez a verkli, amiatt most itt vagyunk. Lassan működnek a dolgok, tehát te nagyon sok randa dolgot látsz, mint baleseti helyszínelő, ezeket nem is szeretném, hogy felsorolt. Tehát ez az, a nóta pedig nagyon illet bele, mivel aki nem tudná, Potyka ezt a dalt a sötét árnyékba öltözött a nap, azon apropóból írta, hogy egy nagyon jó barátja motorbalesetben hunyt el, és Jóskának ez valahogy megragadt, mert akkor te még Goldbuliban nem jártál. Nem, akkor már start volt, de ugye játszották a nótákat. Igen, játszották. És kellett a filmethez. Így van, csak ugye nem volt meg, ahogy mondtad az előbb is, 14 darab polimerre mindenféle kazettát szedtem össze a környéken, és mikor én először felhívtam a Potykát, ugye nem volt meg senkinek a zenekarból, és eltelt pontosan 4,5 év, mikor visszahívott, hogy Józsi, kell még ez a dal? Hát mondtam neki, hogy megvan a fejembe a film, azt mondja, beszéltem a srácokkal, és akkor bemegyünk a stúdióba, és ebből lett a Gold nagy lemez, és nem tudom, azt mindenki tudja, hogy az Articius Kft-nél a Gold mint zenekar le lett védbe, és a Potyka mint zeneszerző, tehát idáig jutott ez a dolog. És azért végighaknisztáltok ezzel az óvodáktól a fábrisóig. Rádió, rádiós, tévéstúdió. Igen, ez pontosan így. Állandó vendégei voltatok, és hát remélhetőleg az idézőjelben mondom elrettentő előadásaidnak, remélhetőleg, ha csak egy ember élet megmarad azon élménytől, ami idézőjelben élmény, ami a film megtekintése után és az előadásaid után, akkor már nem éltél hiába. Így van, pontosan ezt szoktam mondani, hogy biztos, hogy minden előadáson ott van az az egy ember, amiatt el kell mennünk oda, és biztos, hogy az az egy ember hallja majd ezt a nótát, aki értenek meg kellett születni. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki segített a Potykának innen távolból, a zenekar tagjának, és mindenkinek jó mobilizást, haló csernye, sziasztok! Mi köszönjük, hogy gyakorlatilag újjászülted a Gólzenekart, és szóljon a sötét árnyékba öltözött a nap. Bennem sok régi szép emlék, volt már mellettem sok igaz barát. De ő volt a legjobb, kit elvitt a halál. Együtt jártunk az iskolát, az utak hosszú sorát. Együtt énekeltünk, ha szólt a dal. Az életnek te jött egy pillanat, sötét árnyékba öltözött a nap. Sötét árnyékba öltözött a nap.
sok ezer harang. Együtt jártuk az iskolát, az utak hosszú során. Együtt énekeltünk a szótadat. Megszólalni. Köszönjük. Az elhangzott dal után, de végül is egy tragédiából egy ilyen gyönyörű dal lett. A következő dal nem tudtam én hinni.
És most ismét egy lírai dal következik. Tehát a Gold zenekar buliain, amikor a következő nóta elkezdődött, akkor fiúk és a lányok egymás nyakába borultak, és azt hiszem sok szerelem szövődött. Ezen dal alatt szóljon hát a nem baj. Nem baj? A következő nóta nem baj. A következő dalba szerint segítek, bekéretézek a Gold zenekarba. Olyan régen énekeltem már ezt a dalt. Én szeretném, mit tudom én, hát ha mostan fölfedez valaki. Mehet? Ja, a következő dal egy, az egyik ikonikus dala a Gold zenekarnak. Elmondhatok róla egy történetet? Hát én, mi is játszottuk valamikor, és azt mondom, gyerekek, most egy rokkos banda volt, meg Gold imádok. Most gyerekek, következik egy roma nóta. Boy! Nem, Peli roma táblán. Ja. Hölgyeim és uraim, Peli roma táblára.
hogy téged szeretlek. Na még egyszer felírom a táblának, hogy ki én leszek nem sokára. Felírom a táblára, hogy téged szeretlek. Felírom a táblára, hogy ki én leszek nem sokára. Felírom a táblára, hogy téged szeretlek. Felírom a táblára, hogy ki én leszek nem sokára. Felírom a táblára, hogy téged szeretlek. Szépen megköszönjük itt a barátoknak. Én velük párhuzamosan az előbb, annak idején is, hogy kisegített bennünket, ilyen kedves volt is. Gyerekek, az egész showbiznisz semmi másról nem szól, mint a következő nóta. Vagy másról is? Ugye nem csak a pénz, hanem a színpad szeretete. Meg a közönség szeretete. Meg a pénz. Azt hiszed, hogy minden elítél. Ha csak pénzed van, mindent vehetsz. Házat vagy kocsit, amit szeretsz. Közben úgy érzed, hogy rabságában élsz. Pénz kell, hogy elfeledd a boldogságnak ízét. Mennyire is fáj. A koncert utolsó nótája következik. Ki nem találnátok, mi hiányzik még innen? Talán a legikonikusabb nóta. Abba az időben nem múlhatott el, Buli, hogy a 13-as el ne hangozik. Tehát 11, 12, 13! Na ugye! Thank you.
szépen, köszönjük! Nagyon-nagyon ösek vagytok, hogy idejöttetek és segítetek nekünk a hangulat csinálásban. Akkor most eljátszátok előről a koncertet, mivel kedves közönség méltóztatott idejönni a végére. A gyerekek, ennyi volt, és ha azt akarjátok, hogy jövőre is legyen gold, mondtam én. Tudtok visszafele játszani? Most próbálnak visszafele játszani. Tamás, mi lesz a vissza? Hm? Ezt már ma kétszer mondtam, mondd te, hogy ikonikus. Neked mélyebb a hangod. Mert most lesz az ikonikus. Ikonikus. Szóval, gyerekek, de csak akkor, ha tapsoltok. Még jobban. Várjál, Pierre. A Pierre egyszerre söröz és tapsol. Hát akkor jön az ikonikus. Sziasztok! Gyertek ide! Gyere, Tibi, te is! Gyertek! Tegyétek le a nehéz málhát! Ti megtapsoljatok, mert nem tudtok annyit tapsolni, amennyi elég lenne. Meg amennyi kifejezni azt, hogy gyerekek, köszönjük! Köszönjük, Potyka, a nótákat, jó kapást, ja, görbüljön, mert állítólag valami horgásztáborban van. Családilag, gyerekek, Piro Laci, Lámbó Gábor, Pécsváradi Zoltán, Fehér Tibi és Malomsoki Tamás és az ő legendás biciklis kaptája.
Köszönjük szépen, Zsézának. Pirulok most zavaromban. Nagyon köszönjük, hogy köszönjük szépen nektek is, sőt elsősorban nektek, hogy ilyen ünnepélyessé tették nekünk ezt a visszatérést. Ez egy nagyon-nagyon régi együttes, aminek most egy nagyon-nagyon sok év múlva való újra élesztéséről van szó. Ki sem merre mondani, hogy hány évről van szó, senkit nem akarok elriasztani. Hát nagyon sok. így van. Szerintem már a szakállam, igen, hát ott van még az ős kollega. Hát de azért elárulom nektek, 40 évről van szó. Tehát 40 évvel ezelőtt működött a zenekar. Sőt, egy kicsit még több. Tessék? Igen. Jó. Nagyon-nagyon sok kedvesek vagytok, és ez szerintem fölbátorít bennünket arra, hogy folytassuk, és megpróbálunk jövőre újra eljönni, még nagyobb erővel, nagyobb apparátussal esetleg. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek ezt, hogy ilyen aranyosak vagytok, és ilyen sokan eljöttetek. Szervusztok, visszállt jövőre, szerintem újra találkozunk. Át kell adnunk a következő szereplőnek a terepet, de nagyon-nagyon nagy örömmel játszottunk. Szervusztok, visszállt!